rendeltetés lényege, hogy mit érdemel az a bűnös, aki valami a bűnkövetett el. Semmi másról nem tudom büntető eljárás, mint hogy valami értelmet adunk, hogy milyen következmények kapcsolunk egy bűncselekmény elkövetését. Nos, én abban a helyzetben vagyok, hogy erről nem csak beszélünk, hanem a foglalkozásomnak fogva kikerülhetetlenül meg kell mutatom a kérdésbe. A másik helyzetem pedig abból akadt, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor Magyarországra hárult az a kötelezettség, hogy a sértett helyzetét rendezze a büntető eljárásban, ugye Európai Uniós norma megfelelő beszállítatásával, ez 2006-ban történt, akkor én voltam a büntető jogalkotásért felelős a kormányzatnál, és akkor került be ez a bizonyos közvetítő eljárás, és a restauratív igazságszolgáltatás terén talán akkor tette a magyar büntető jogalkotás legnagyobb lépést, és számomra nagyon nagy öröm, ez egy szubjektív dolog, hogy lényegében nem változott a közvetítő eljárás szabályozása, koncepciója 2006 óta. És végül előjáróban még annyit, hogy ugyancsak szerencsés helyzetben vagyok, mert reggeleket tettem egy monográfiát, 2009-ben, ahol pont ebben a kérdésben fedettem az álláspontomat, hogy milyen büntetéseket kellene kiszabni, illetve is megtalálható. Nos, professzor úr azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy van egy arány, ami 6-7%-os körülbelül a végrehajtható szabadságvesztés, ami sokkal kevésebb, nem lehet elítélni, de hogy mi lenne a kívánatos, és a kívánatos pedig az volna, hogy valamilyen módon helyreállítani azt a megsértett rendet, ami a bűncselekmény elkövetésével, ami a bűncselekmény elkövetésével következik meg. És én rendkívül nagy híva vagyok, rendkívül nagy híva vagyok ennek. Hál' Istennek vannak büntető jogintézmények, elsősorban a vádemelésig teljesített valamilyen szolgáltatás, ami megteremtőnek lehetőséget. Egyetlen egy apró gondom van ezzel kapcsolatban, ezt nekem mondanom, hogy bár évente most már nagyon sok milliárdos hátrányt, kárt, adóbevételcsökkenés, stb. Okozó bűncselekményre találkozunk, én a saját professzomban már találkoztam olyan ügyekkel, ahol 50-100-200 millió forintot megfizettek a büntető eljárás során, de olyan ügyben, ahol komoly kár volt, több milliárdos kár, több tízmilliárdos kár, stb. Nagyobb, és soha nem találkoztam ezzel. És egy kicsit, ha szabad, ezt megjegyeznem a maga részéről, idealisztikusnak tartom, hogy amikor ilyen nagy összegre költik a bűncselekményeket, akkor ezek a pénzek valahogy is megtérülnek. Tehát azt gondolom, hogy valóban ez lenne a kívánatos, nagyon jó lenne, nem látom megoldását. És egyébként pedig, ha netán megtérülnek ezek a bizonyos nagyobb összegek, mondom, hogy szerintem a kivitelő Magyarországon, akkor sem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy milyen következmények voltak ennek a gazdaságnak. Tehát előfordul az, hogyha én nem fizetem ki az én partneremet, akkor néhány csődbe mennek, ilyen száz csődbe mennek, néhány embernek, ilyen vállalkozások a jövője, az megkérdőjelező, és néhány ponton helyre hozhatatunk. És végül ezzel kapcsolatban egy harmadik álláspontom volt, nevezetesen az, hogy egy abszolút bizonyos összeghez, egy abszolút összeghez, mondjuk egy 1 milliárd forintos kárhoz, vagy valami hátrányhoz, nem tudok ott különböző következményeket fűzni, egy hagyományhoz nem lehet bűncselekmény, és egy változatosság bűncselekmény esetén. Ezek az én személyes álláspontom ezzel kapcsolatban, aztán pedig az, hogy milyen konkrét büntetés kiszabására kerül sor, az már mindig ugye az adott ügynek a specialitásától függ. A kedves kollégák, nagyon megtisztelő a számomra, hogy ismét megoldást találhatok önöknek, és remélem majd, amikor az előadásom végére jutok, akkor valamilyen módon önökkel is érzékeltetni tudom azt, hogy
speciális hallgatói kör van itt jelen, ez egy speciális érdeklődés, de nem is az érdeklődés a fontos, hanem egy speciális jogalkalmazói mentalitást, egy speciális jogalkalmazói alkotott feltételez, tehát az, hogy valakit ezekkel a gondosági bűncselekményekkel foglalkoznak. Nagyon-nagyon megtaláltam egy érdeklődést, és hát visszajön fel a szempontjából is a gondolat. Azt gondolom, és olvasom a meghívón, konferencia tematizálását. Ezt a konferenciát az új büntetőeljárási törvénynek, ezt a tanultam már a tartásrészt jelen bűncselekmények, nagyon sokszor lehet én is elmondani, hogy egy oldalat tudom használni, tehát ennek az új kategóriának az új büntetőeljárási törvénynek történő kezelése tematizálta. Jó választásnak tartom ezt a témát, és ennek az előadásnak is minden ilyen konferenciának is, feldolgozásnak is konzekvenciája lehet, nem csak az, hogy elősegíti a felkészülést, hanem, és bocsánatot kérem, akiket, tehát nem akarok célot is semmire sem, tehát akiket esetleg ez inspirál a szabályozás újragondolására, esetleges változtatásoknak a megfontolására, mert hát azt gondolom, hogy ez teljesen természetes manapság, semmi nem örök, és mindig gondolkodni kell azon, hogy ez a szabályozás alkalmas, esetleg nagyon továbbfejlesztésre érdemes. Professzor úr ezzel kapcsolatban már felkifejtette véleményét. Én a magam részéről időszakában tartózkodni fogok ettől, kérdést, ami esetleg ezt megfontolhatóan tehet. Az első kérdés a vizsgált bűncselekmény kategória kapcsán az, illetőleg nem is kérdésem, az első kijelentésem, hogy tulajdonképpen ennek az új bűncselekmény kategóriának a beiktatása reményem szerint egy új korszak nyitányát jelentheti a gazdasági bűncselekmények kezelése körében. Azt látnunk kell, hogy az új bérrendszerében ez az egyetlen speciális bűncselekmény csoport, amelyet valamilyen nagyobb erőforrások, szakmai és feltételezhetően majd ehhez kapcsolódó pénzügyi erőforrásoknak a hozzátételével a jogalkotó kezel, és amely terén a büntetőeljárások hatékonyságát kifejezetten fokozni szeretné. Milyen gondokat és problémákat kívánok kezelni a jogalkotó ezzel az új szabályozással? Hát kettő dolgot nyilvánvalóan, a szakszerűség és a időszerűség. Na, most nézzük azt, hogy hogyan gondolta ezt meg. Az első, amit látnunk kell, hogy az új büntető eljárási törvénynek kizárólag az eljárás bírósági szakaszára vonatkozóan vannak e körben új szabályai, itt vannak a speciális rendelkezései, és ettől kezdve ez automatikusan merül fel a kérdés, hogy ezek szerint a szakszerűség és az időszerűség biztosítása az kizárólag vagy döntő mértékben a bíróságokon múlik-e, avagy tovább kell gondolni ezt a kérdést, és persze lehet, hogy ez már a büntető eljárásra tartozó kérdés, hogy az eljárás korábbi szakaszra, az ügyészi szakaszra, a nyomozás szakaszára vonatkozóan ezt a szakszerűséget és az időszerűséget hogyan kívánja a kormányzat biztosítani, de úgy gondolom, csak a büntető eljárás egészében indokolt gondolkodnunk, mert csak egy eljárás keretében csak egységesen lehet kezelni ezeket a kérdéseket. Ugye azt mondom, hogy szakszerűség, időszerűség a bíróságok eljárásában. Ugye, hát a szakszerűség körében is egyetlen egy mondatot teszek ide hozzá, szakszerűség és bíróság, hogy úgy gondolom mindig az volt az alapvető kérdés, hogy mennyire hárul a bíróságra a tényállás felderítésének, illetve a tényállás bizonyításának erre, és így befejeztem a gondolkodást. Nagyon jól tudom, hogy az egész kodifikációnál mi volt ennek a jelentősége, erre megoldás született, magam részéről ezzel egyáltalán nem kívánok foglalkozni,
csak jelezem a kérdést, hogy mennyire, ez egy nagyon fontos kérdés a körben. Az időszerűség az egy másik kérdés, és hozzáteszem az időszerűséget a bíróság eljárásában, és lehet, hogy nem tipikus példa, amit mondok, de talán ennek az évnek a legnagyobb jelentőségi gazdasági ügyének az adatait mondom el, amikor azt mondom, hogy az elkövetés 2008 nyarán volt, 2012 nyarán emeltek vádat, az első fokú bíróság pont 3 év alatt 2015 szeptemberében hozott első fokú ítéletet, a 3 év alatt, de hozzáteszem azt, hogy úgy hozott 3 év alatt az első fokú bíróság ítéletet, hogy ugye az OVH elnök jelölése alapján járt el az egyik vidéki törvényszék, és az alkotmánybíróság ennek jogalapját jelentő törvényszabályozást megsemmisítette, és ezért kétszer kellett az első fokú eljárásra folytatni, meg kellett ismételni. Tehát két első fokú bírósági eljárás eredményeképpen született meg 3 év alatt a döntés. Ezek után a másodfokú eljárás, a másodfokú ítélet 13 hónap után született, a harmadfokú ítélet pedig 8 hónap után 2017 júniusában. Ugye ez a 8 hónap nagyon megtévesztő, mert a másodfokú ítélet kihirdetésétől a harmadfokú ítélet kihirdetéséig eltelt időszakot jelenti, és ebben benne van az, hogy a másodfokú nyilatkozat foglalta, feltételezett a harmadfokú ügyészségnek, a harmadfokú ügyészség nyilatkozott, elküldte a harmadfokú bíróságnak, és a harmadfokú bíróság a hozzáérkezését követő 2 hónap után, amikor megérkezett, 2 hónapos belül meghozta az ítéletét. És ebben a kérdésben már mindig az a kérdés, ugye, hogy volt, ez már olyan időszerű volt, hogy volt, aki megkérdőjelezte az eljárás megalapozottságát is. Tehát az a kérdés, hogy a bizonyos időszerűség, ez úgy javítható-e, hogy a bíróság eljárására vonatkozó szabályokat határozom meg, vagy úgy javítható, hogy a büntető eljárás egészét próbáljuk úgy szervezni, hogy a büntető felelősségjavulás hatékonyan és időszerűen kerüljön sor. Tehát mi abból a szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy mennyire fokozza a szakszerűséget és a időszerűséget. Az első, amit vizsgálunk kell az ítételesség szabályozása kapcsolatban, az az új bűncselekmény kategória, a gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekményeknek a fogalma. Hát az első pillantásra, amikor megnézzük a BL-t, ugye azt láttuk, hogy bizonyos értékhatár fölötti bűncselekmények sorolódnak ide, és hát ugye, akik már régóta gyakorlatban van, az régóta felmesül ezzel a problémával, hogy tulajdonképpen attól igényel valami speciális kezelés, hogy 480 millió vagy 520 millió forintra követik el ugyanazt a bűncselekményt. Tehát mekkora kár, nem ez az érték, hát valójában nem. Azért van jelentősége bizonyos bűncselekmény kategória kiválasztásának, mert egy objektív tárgyi súly alapján így dönt a jogalkotó arról, hogy mely bűncselekmények elbírálására, milyen súlyú bűncselekmények elbírálására koncentrálja a személyi és az anyagi erőforrásokat. A következő gondolatom az volt az új bűncselekmény kategóriával kapcsolatban, hogy ez teljesen jogalkotói mérlegelés kérdése, hogy mit sorol ide a jogalkotó, és ezzel egy bírónak aztán igazán nem kell vele foglalkoznia. Aztán persze csak motoszkál bennem is, hogy feltárja a rációját ennek a klasszifikációnak. És ugye az gondolkodásnak különböző fázisai vannak. Az első primitív, az egyszerű határtávolodott megközelítés, hogy mi kerül be, és mi nem kerül be. Ugye először is ezt nézik az ember. Hát, amit nagyon örültem, professzor úr most nem említette a előző előadásában sem említette, hát hogy a gazdasági csalások bekerült ebbe a kategóriába. Ugye, hát én még ilyen nem találkoztam, a professzor is, aki kettővel előtt előadásában mondta, hogy talán nem találkozott valamilyen
aztán mégis lesz ilyen bűncselekmény, akkor nagyon jó lesz. És ilyen érték, akkor ilyen kárt okozva követik el, akkor nagyon jó lesz, hogy jó kezembe fog kerülni, különösen eljárt a százal. Érdekes kérdésként merül fel a kérdésás. Ezzel kapcsolatban írtam gondolatokat, hogy az bekerült, nem került be, és semmi gondom nincsen azzal, tehát most már kezdem azért, mindig holnap idő, hogy sok minden szeretnék lenne. Tehát, hogy megértettem, hogy nem került be a kérdésás. Én csak azt szerettem volna felvetni, hogy azért az egy speciális helyzet, amikor a BTK-ban, bocsánat, a büntető eljárási törvényben gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekményből származik az a dolog, amire a félmosást elkövetik, akkor azért úgy gondolom, hogy az összefüggés kapcsán, függetlenül attól, hogy az előcselekmény, mert hogy egy a kettőnek van az egy dolog, hogy a bűncselekményben követelni, de amikor az előcselekmény nem képezi a bírósági eljárásban a vártást, hanem csak a pénzmosást, akkor talán lehetett volna azt a pénzmosást is ebben a bűncselekmény kategóriában. Hasonló gondolatokat ébresztett bennem ezzel összefüggésben a információs rendszer felhasználásával elkövetett egy csalás is. Ugye ebben a körben arról van szó, hogy ha ez 500 millió forintot meghaladó kár okoz, hát hogyha minden csalás van, itt van a sima csalás, itt van a költségvetési csalás, itt van a gazdasági csalás, hát akkor ez a csalás vajon miért nem kerül ebben a bűncselekmény kategóriában. És ezek után az első gondolatok után már felmerült bennem, hogy az ilyen ide tartozó bűncselekmények összeállításának a rendszerbe foglalása és a rendszer kérdéből fogadó követelmények bevonása már önmagában egy nagyon jó feladat lehetne. És akkor mi történik? Hát akármilyen gyönyörű, akármilyen tudományosan megalapozott rendszert alakítanak ki, akkor még mindig ott vannak a politikai és a költségvetési szempontok, amelyek természetesen gyakorlati jogászként magam nyilván nem is felelnek. És mindig eszembe jut valami, akkor, amikor a kiem, hogy is hívják ezeket a 1954. szakaszban, a kiemelt kettő jelentőségű ügyek, bűncselekmény csoportjának a meghatározása, ugye? És ott mi volt az első bűncselekmény? Nagyon tudjuk. Hát a hivatal visszaélés volt, és ma is a hivatal visszaélése, mert az egyen első bűncselekmény, és akkor, amikor nekünk ezzel a jogalkotás előkészítése során találkoztunk, amikor ezzel és erről véleményt kellett formálnunk, akkor ugye az első gondolatunk az volt, hogy ez a három éves bűncselekmény benne volt, az emberről is bűncselekmény esetre még nem volt benne akkor. Mondjuk most már benne van, de az alapeset most sincs. Tehát ezek olyan szempontok, amit egy jogalkalmazó vagy egy jogtudós nem tud szemléltetni. Ez egy bizonyos politikai jellegű összetevője a jogalkotásnak, és ezért aztán úgy döntöttem a magam részéről is, hogy végletre tettem a kérdést jogalkalmazásának. De azt mindenképpen jelentni kell, és az látnivaló, hogy ez egy gyorsan mozgó csoport lesz, hiszen és változások várhatóak, és talán az sem téves, hogy azt lehetett előre, hogy nem egyszerű változás, hanem permanens változás, ez a bűncselekmény kategória. Ami viszont a feladatomat képviseli, az pedig az, hogy ez a szabályozás, ahogyan meghatározta a törvényhozó a gazdálkodási bűncselekményeket, ez eleget tesz a normalizálásság feltételeinek. Egyértelmű a jogszabály szövege, és hát ezzel kapcsolatban is megfogalmaztam néhány észrevételt. Elsőként azt tűnt fel, hogy van a sikkasztás és van a csalás, amely nem önmagában a kiemelt jelentőségű értékrejtés esetén, vagy kárt okozás esetén alapozza meg elkategorizálás, hanem oda van írva még hozzá, az, hogy
költségvetési szer, vagy gazdálkodás szervezet részére, vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személy a szervezet vagyonát érintő cselekményével követi el. Hát az első kérdésem az, hogy miért csak ez a két bűncselekménynek? Itt és hát újra specializálásának a két bűncselekménynek, ami ezt indokolta. Az első az önálló intézkedésre jogosult személyt vizsgáltam a két bűncselekmény kapcsán. Most ugye a sikkasztás körében arról van szó, hogy a sikkasztás esetén az elkövető a dolog birtokába kerül. Annak a birtokába, amely bűncselekmények követési kárba lesz. Ezért elvileg formálisan még lehetne egészszerű indokokat a szűkítés mellett, hogy ezen nem a intézkedési jogosultság megszabása mellett a bűncselekmények. Valójában azonban mégis teljességgel értelmetlen ez a szűkítés. Ugye itt arról van szó, hogy legalább 500 millió összefolyik ide az elkövetési érték. Nem tudom, hogy felmerülhet-e valakinek, hogy rábízza egy valakire ezt az 500 millió forintot, anélkül, hogy nem mondaná meg, hogy mit tehet vele. Nem azért bízzák rá, hogy ő tegye meg azt, amit a rábízó maga nem akar megtenni ezzel az összegre. Kizárnak tartanak annélkül bízzának rá, hogy nem mondanák meg, hogy mit tehet, mit nem. Egy másik kérdés, hogy a dolog megőrzéséhez, vagy kezeléséhez küldött instrukciók megszegésével okozza-e valaki adott esetben a vagyoni sérelmet, vagy csak egyszerűen ellopja a rábízottól. Az is felesleges álláspontom szerint, hogy azt szabja a törvény, hogy gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy. Tudni, hogyha valakire rá van bízva a költségvetési szerv, vagy gazdálkodó szervezet fél milliárd dolga, akkor az ilyen, akkor ő nyilván a költségvetési szerv, vagy gazdálkodó szervezet részére, vagy érdekében tevékenységet végző személy lesz. És ha pedig a törvény szerint eleve csak a költségvetési szerv, vagy a gazdálkodó szervezet vagyonára, a vagyonát érintő cselekményre, tehát ezt megszabja a törvény, követhető a cselekmény, akkor az elkövetője nyilván eleve a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy lesz. Arra már most beszélünk, hogy a költségvetési szervezetről van szó, arra követjük el, akkor ugye hát ott mindig speciális szabályrendszer érvényesül, állami szabályrendszer érvényesül. Összességében álláspontom szerint költségvetési szerv vagy gazdálkodó szervezet sérelmére követett el, és ez mindent lefedett volna, ugyanazt a célt érték volna el egyszerű megfogalmazással, amit az elfogadott törvény tartalmaz. Hasonló problémák vannak a csalás esetében is, szintén ezen most már mondani szeretnék, és akkor viszont a fontosabb kérdésekkel foglalkozni, a bíróság hatáskörével, és a bíróság összetételével, és a bírói munka megszervezésével. Ugye az volt a szabályozásnak az indoka, és ezt az indokolás is tartalmazza, hogy az az új ügycsoport speciális szaktudást, illetve felkészültséget lévő ügycsoport tartalmaz, és ennek lett a következménye az, hogy helyben a magasabb szintű törvényszéket na most a törvényszék hatáskörének szabályozása hasonló módszerrel történik, mint a hatályos szabályozás. Ugye általános a járatbíróság és a törvényben tanszatunk a felsőfokú esetében a törvényszék jár el. A törvényszék hatáskörével vonatkozó szabályozás mélyen 20-20 első megegyezésben kettő pont érdekes a számunkra. A 19. pont egyszerűen azt mondja, hogy gazdálkodásra összefüggő kiemelt bűncselekmény, aminek a tartalmát a bűncselekmény ezt megelőzően a törvényszék hatáskörébe utalja a törvény a 17. pontban olyan azokat a cselekményeket, amelyeket különösen jelentős értékre követnek el. Sajátos megkettőződése figyelhető meg a szabályozásnak. Az egyik kettőződés az,
van olyan bűncselekmény, amelyet a 19. pontban, tehát a gazdálkodás összefüggő kiemelt bűncselekményként is a megyezetes körbe sorol, meg a 17. pontban is úgy nem ebbe a körbe sorol, vagy tágabb körbe, vagy azonos körbe, az különösen bosszantó számomra, amikor a megjelenés is azonos. Például a hanyagkezelés, a 377 részek az második kérdésében lévő hanyagkezelés, az mind a két felsorolában azonosan szerepel, a lehetséges, hogy ez egy alkotó egy kis hiba. Kicsit a szememet szúrta az is, amikor a 17. pontban meg felsorolja a bűncselekményeket. A lopást csak a BTK szerint jeleníti meg, a rongálást BTK szerint, sikratást BTK szerint, csalást, hogy így nevezi meg, hogy BTK szerint, és jön egy ötödik bűncselekmény, amire nem azt mondja, hogy az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hanem azt mondja, hogy különösen jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás. Tehát egy másik terminológiát használ a bűncselekmény megbelelésére. Egy bekezdésen, egy ponton belül, hát nem elmondom a gondolataimat, leírtam ide. Én úgy gondolom, hogy van-e elnézést is. Tehát valami, hogy valakiknek, tehát az ügyészi szervezetben van egy saját bűncselekmény megnevezés a megmatóra, és valamilyen módon, atomisztikus módon csak az jöhetett be, mert senki nem nevezi így a bűncselekményt a magyarokat közül, csak az, hogy az előbírás csak ugye lehetett volna megnevezni így a bűncselekményt, tehát nem a BTK szerinti címmel, hanem valamilyen más megközelítésben, csak akkor következetesen kellett volna alkalmazni valamilyen bűncselekményt. De így, hogy több bűncselekményben nem ez a hatodik pedig ez van, szemed szúr. Jó lenne, és kínososabb lenne, hogyha egységes lenne a filalakja és bűncselekményben. Következő a bíróság összetétele. Hát ugye vadonatúj szabályozás van, és a főszabály az egyes bíró. Egyes bíró járásbíróságban, egyes bíró a törvényszéken, és ahogy professzor úr is mondta, ez az egyetlen bűncselekmény kategória, ez is jelzi a fajsúlyát, ez a gazdálkodás összefüggő kiemelt bűncselekmény, ahol a törvény szerint három szakbíróból álló tanulmányát elmondani. Most felmerül a kérdés, hogy mitől jobb a három szakbíró, mint az egy szakbíró. Hát én is azt gondolom, hogy alkalmas lehet a szakszerűség fokozására, hogyha a bírónak megvan a legális konzultációs lehetősége, hiszen az nagyon jó, hogy a bíró nagyon egyedül van. Főleg az egyes bíró, hiába ott vagyunk mindenek mellette, igazán nem tudja megbeszélni senkivel a problémáit, azt el kell mondani, hogy egyetlen egy konzultációs partnerrel lehetséges a bírónak, hát az ügyész. Mert hogy ő ismeri, kivel tud meg azt, aki ismeri a ügyet, és aztán ne vegyék ezt valamilyen felségsértésnek, hogy a bíró beszélt, hát bizony mondtam, hogy nyilván meg kell, és nem is lehet beszélni. A bíró egyedül van, de hogy kikerüljük ezt a legyenet disztonás, hogy én azt mondom, hogy a bíró ügyészsel beszélni a dolgokat, ezért beszélje meg a másik, a harmadik bíróval, ez teljesen megfelel a jogán követelményeknek. Jó, a kérdés ezek után az hogy az új rendszer, ez valóban ennek a racionális lehetőségét hogyan fogja biztosítani. Meg kell mondanom őszintén, hogy az ilyen ügyeket tárgyaló bírónak, akinek itt telelakják a szobáját, ezzel a napotják, segítségre mindig szükség van. Kétféle segítségre van szükségre. Az egyik kérdés a szakmai fő kérdéseknek a felmentése, letisztulása, a másik pedig az a mérhetetlen mennyiség technikai teendő, amit egy ilyen ügyelvállásával kapcsolatban végre kell hajtani. És én azt gondolom, hogy az ügyek legalább egy részében, nem tudom, hogy nagyobb vagy kisebb részében, ugye a továbbiakban is ugyanúgy egyedül
többségében legalább ilyen hatékonysággal segítette volna a bírót, hogy ha kap maga mellé elnézést, ha nem mondjuk kire gondolom, de idézőjelben kisbírót, oda szépen a szobájába, jó? És ez a kisbíró mindent előkészített volna, mindent megért volna, megint fogta volna az ítéletet is mellette. A kisbíró alatt én azt értem, hogy legalább mondjuk 4-5 év volt a bíróság, legalább titkárnál egy állásbíró, aki pontosan együtt tud működni ezzel a bíróval, és aki alá dolgozik mindenben. Én gyakorló voltam valamennyire a képzésben, és azt gondolom, hogy minden esetben, amikor egy különösebb konzultációra nincsen szükség a büntetőjog a főképzések megőrzéséhez, akkor a technikai segítséget egy bíró, egy ilyen bíró is megadhattak volna. Ez nem a három bírósnak a kritikája, a főképzés jelenség, hanem csak azt, csak gondolkodom azon, hogy hogyan lehet fokozni az ítélkedő bírókból tevékenységének a hatékonyságát. A következő kérdés ugye az, hogy a harmadik bíró nem büntető bíró. És még azt is megmondja a törvény, hogy milyen bíró a harmadik bíró, a törvényszék elnöket, nyilván törvényszék elnöket, az a bíró, a kijelölt bíró, a gazdasági szakán, vagy a polgári szakán. Ami nagyszerű dolog. Erre itt is vannak az ötven tartások. Kettő területre volt felség. Az egyik az, hogy persze jó dolog, hogyha olyan bírónak ismerő társasági jogot, sokszor csináltunk otthon, ismerő a csődi jogot, ott is ilyen csináltunk otthon, és mint más polgárjogi szakterületeket. De mi van, hogyha a rabocsák költségvetési csalás, egy jó kis uniós áfa csalás, költségvetési csalás, stb. Bevonzunk bele, akkor ez a gazdasági bíró mi fog csinálni, aki életében nem látott ilyet. Jó, hát bizonyára hatékonyan fogja segíteni a bírónak. Mert a büntetőbíró már látott néhány ilyet, és majd a büntetőbíró esetleg megmagyarázza a polgári bírónak. Tehát nem kellett volna korlátozni talán a gazdaság és a polgárira, mert ugye ez közigazgatási szakterületről jön. Lehet, hogy ez is módosítás története jön. Van egy következő kérdés, és ha mondja bennünk, hogy igazán gyakorlóak vagyunk, mert van egy szép új világ, és a szép új világnak pedig az a egyik nagy újítása, hogy a kúrián olyan bírókkal ítélkezünk, akiket járványbíróságról, meg törvényszékről rendelnek ki a kúriára. És ők azért jönnek oda, hogy dolgozzanak, nem azok a bírónak, hanem hogy ők ítélkezünk a tevékenység válságnál. És emellett át előfordult már a gyakorlatunkban, a mi gyakorlatunkban oly módon fordulhat az elő, hogy a két kúriai bírónak eltérő az álláspontja, és a három bírós tanácsban szabad. Hát ugyanez a szituáció van ebben a helyzetben is, jó, hogy van két büntetőbíró, és ön lehet gazdasági bíró, és van egy büntetőbíró fölkérdések, bűnösségi büntetés. Jó? Hogy ez mennyiben mondítja elő, érdekes kérdéseket vethet fel, nem árt, hogyha egy kis adott problémákat vagyunk fel, mert bizony az élet produkálja ezeket, mondom, gyakorlók vagyunk ezen a területen. Egy újabb kérdésként merül fel a három tag bírói tanácsban a feladat megosztás. Mert a három bíró hogyan fogja az ügyet elindulni. És hajszik, hanem ez teljesen nagy változással állt. Mert ez nem úgy néz ki, mint az a három tagú tanács, aki feladat minden tanács. Hol van egy elnök, meg van egy előadó bíró, és van egy szavazó bíró. Itt ennek a három tagú bíró testületnek az a lényege, hogy a bizonyításban és az ügy elsőfokú elbírálásában vegyenek részt, ami azt jelenti, hogy csak annak lehet értelme, hogyha részesei a bizonyításnak, mind a hárman. Jó, csak akkor segíti elő aznak a célnak a megvalósítását, amire ez az egész rezsimet kitalálták. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy ott ül három bíró, és abból mondjuk 100 tárgyalása napon, és abból egy bíró egy írásos anyagból kérdez, és a másik kettő pedig ezután hallás után ismeri az ügyet ott a több napos, több hetes tárgyalásra vételezni. Tehát én azt gondolom, hogy egy fogalmat olyan politikát igényel,
alapvetően csak úgy tud egy bíró részt venni a bizonyítatnak szervesen, hogyha ő neki magában ott van a kijegyzetet, tehát megfelelő bíróságnak a saját kezében, abból megfogalmazza a kérdéseit, majd felteszi a kérdéseit, és azt a három ember egymás között persze megbeszélő ki, hogy az így kérdez. De az, hogy ő neki ugyanúgy kell, ugyanazt a gondolkodási folyamatot végigkövetni, és ezt csak akkor teszi, hogyha felvértezi magát a teljes bizonyításának, ez a számomra kétségtelen. További problémák nem lehetnek fel, érdekességek nem a másodfokon, harmadfokon, öttagú tanácsban. Elé is lehet utalni a kérdést. Hát ebben szintén van némi gyakorlatunk, tapasztalatunk. A Kúria 2014 óta teszi lehetővé a januárjától büntetőeljárási törvény, a felülvizsgálati ügyben a Kúria öttagú tanácsa utalja. Hát három évünk volt a Kúria, ebből a kettő az enyém volt. Az első 2014-ben, akkor az egy szabadban volt, és akkor gondoltam a tanácselnökét, hogy az öttagú tanácselnök utalom abban a reményben, hogy ez fokozza a szakszerűséget és az információi bázist. Hát nem teljesültek a változások, sajnos az az ötöt nem lett három tartalmára. A következő ügy, amit ide utaltam, az 2015-ben volt, ez a tényleges életet Strasbourg-i ügyhöz kapcsolódó hazai eljárás, és azt is ott a tanácsadót utaltam, és itt viszont rendkívül pozitív voltak a tapasztalataim, és ugye az öttagú tanácsadó utalást nyilvánvalóan adott, és legitimitásának a kapcsolatok voltak, és úgy gondolom, hogy ez így meg is történhetett. Tehát ebben az esetben pozitívak a tapasztalataim. Tehát azért mondom, hogy ez az öttagú tanács utalás, ez is lehet hozadéka, de hát nem feltétlenül hoz az többet. Én akkor egy utolsó részletkérdéssel foglalkozik, hogy a technikája hogyan történik. Mondjuk a tanács utalás, az öttagú tanács utalás. Azt kell mondanom önöknek, hogy akkor, amikor az elsőfokú bíró, ugye ebben az öttagú tanács a második harmadfokú, akkor, amikor az elsőfokú bíró a három tagú tanács elé utalja a ügyet, ugye, amit megtehet az új BS szerint is, akkor erre vonatkozóan találhatunk egy szabályt a BL, ez a 75. fejezetében, intézkedések változat alapján, a 496. szakaszban. Hát nyilván, hogy ő az egyes bíró, mert addig egyedül jár át, és ő utalja a tanács elé az ügyet. Mi van a másod-harmadfokú eljárás, az akkor nincsen ilyen szabály, hogy a tanács elnöke öt tagú tanács elé utalhatja az ügyet. Ez valahogy kimaradt a szabályozásból, miután nincsen speciális szabályozás, csak ez az általános szabályozás van, az ötödik bekezdésben, ugye, hogy öt tagú tanács elé utalhatja, a bíróság öt tagú tanács elé utalhatja, a bíróság. Ennek pedig tisztelettel az a következménye, hogy miután a harmadfokon eleve három tagú, három szakbíróból álló tanács, kizárólag a három szakbíróból álló tanács utalhatja öt tagú tanács elé ügyet. Tehát először már meg kell alakítani a három tagú tanácsot, és a három tagú tanács döntésétől függően el az öt tagú tanácsot. Tanácselnök úr, figyelmeztettem, hogy lassan megy. Igen, a végeztem. Akkor másik kérdés, hogy nem ismert a kerületet, hogy a főrendelkezésed létszámigényét hogyan kívánnám volna mondani. Mi azt prognosztizálunk, hogy ez jelentősebb létszámigényel járhat, és hogyha ezt hozzáteszünk például azt, hogy a határon kívül helyező határozatok is megfelelőztetővé válnak. Ezt
további jelentős, tüntetős létszámigényt jelent, és csak a reményeket tudjuk kifejteni, hogy megjelenik a kísérletéseket, és nem úgy kezdjük elérni, hogy változatlan létszámúak a törvényszéket, az időtáblák és a múlja. Hát most lett volna, amikor nem fogok elmondani is az a gondolatom, hogy hogyan születik a gazdasági bűncselekmény.